úton vagyok a Magyar Államkincstárban, hogy leadjam a kétfarkú kutyapárt kampány költéseit. Kíváncsi vagyok, hogyan fogadják majd. Ahogy láthatjátok, folyamatosan követnek a rendőrök, miközben viszem leadni az anyagokat. Utam során elhaladok a nyugdíjfolyósító igazgatóság mellett is. Egyébként nem tudom, mi szükség van a nyugdíjaknak a cseppfolyósítására, hiszen postások is sokkal könnyebben ki tudják vinni a szilárd halmazállapotú nyugdíjakat. Itt állok a Magyar Államkincstár előtt, sikerült leadnom a számlalistát. Közben éppen a magyar kormány elektronos meghajtású autójával menekülnek a beszámolónk elől. Megszólalt a sziréna is, valaki megnyomta a pánik gombot a Magyar Államkincstárnál, és úgy tűnik, hogy riadó van. Felvonult a tűzoltóság is. Az emberek viszonylag nyugodtak, nyugodtan gyülekeznek az épület előtt. Pánik nem látszik. Valahol itt lehet, ahol leadtam a papírokat. Itt a leghangosabb a sziréna. Hogy arra számítani lehetett, mindenkit kivezényeltek gyakorlatilag az Államkincstár épületéből. Nem félünk, hiszen jó dolgokra ment el a pénz, azt gondoljuk. Hát meglátjuk, hogy mit fognak kezdeni az elszámolással. A pánik nem nagy, senki nem sérült meg, úgyhogy bízom benne, hogy ilyen nyugodt marad a hangulat. Kétfarkú kutyapárt megígéri, hogy újra szilárddá tesszük a nyugdíjakat, és nem folyóssá.